vélemény. Tari Ádámról vélemény. Ki az? Én sem tudtam, hogy ki az, de annyian kérdezték, ilyen, főleg ilyen fiatalabb srácok, hogy ki ő, hogy ránéztem az Instájára, meg a YouTube-jára, és ilyen fiatal, ilyen fitness blogoló srác. Elmondtam már véleményemet, de akkor itt is elmondom, hogy ő olyan videókat készít YouTube-ra, ami számomra nézhetetlen, viszont van egy olyan réteg, ami azokat az idióta videókat imádja. Hogy mit tudom én, ez az esélylatolgatás a Mr. Olympiás, ott ül egy ilyen fiatal kisrác, fogalma sincs semmiről, és így, tényleg, és 30 percig esélylatolgatás, és közben jönnek be a képek Brandon Curryről, stb. És így mondja, hogy habár a combhajlító és a farizom találkozásánál kicsit még maradt egy kis víz, és így, erről így beszámol. Na, és ez egy nagy réteget érdekelnek, tehát most ő vagy tényleg ilyen hülye, vagy egyszerűen okos és keresi azt a réteg, hogy na ez a réteg ilyen videót néz. Na ez az egyik része, amit tudok róla. A másik része az, hogy szerintem a szakmai tudáshoz nem megfelelő, csak is azért tudom, nem kutakodtam utána, de tőle jönnek hozzám kliensek, és ezért tudom. Na, mi azt se tudtuk ki ezt, szóval. Na, az jobb volt. Na, fiúk, volt szerintem. Volt engem is így, az egyik tanítványom mesélte, aki engem is így kielemezett, egy ilyen fiatal kis kölyök, akkor lehet, hogy ő az. Meg kell nézni, hogy van-e Tari Ádám videó, Kökény Béláról. Hát én ismerem srácot. De ez volt valami videója, hogy Kökény Béla Mr. Olympián ott volt, tehát is. Akkor lehet, hogy ő. Én még nem néztem videót, meg fogom nézni. Fiúk, az év feladat.